Üdvözlöm Önöket! Önök a Demokratikus Koalíció online sajtótájékoztatóját látják arról, hogy az Igazságügyi Minisztérium megtagadta a Demokratikus Koalíció közérdekű adatigénylését. Ismét akcióba lendült az orbáni pedofil hálózat, az Igazságügyi Minisztérium megtagadta a Demokratikus Koalíció közérdekű adatigénylését, mutatom a megérkezett dokumentumot. Ez K. Endre kegyelmi ügyében született, ezért a DK bírósághoz fordul a bicskei pedofil segítő kegyelmi dokumentumainak megismeréséért. Az Orbán kormány arra hivatkozva tagadta meg az adatok kiadását, hogy ez veszélyeztetné az igazságügyi tárca, idézem, hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását. Csak hogy éppen Balogh Zoltán református püspök, Orbán Viktor volt lelkésze és minisztere vallotta be, hogy kívülről személyesen befolyásolta a bicskei pedofil igazgató bűntársának, K. Endrének kegyelmi ügyét. A Demokratikus Koalíció szerint az orbáni pedofil hálózat azért titkolja a magyarok előtt a bicskei pedofil segítő elnöki kegyelmének kormánydokumentumait, nehogy kiderüljön, hogy Varga Judit volt igazságügyi miniszter, Orbán Viktor utasítására jegyezte ellen azokat a bukott köztársasági elnök Novák Katalin kegyelmi határozatát K. Endre ügyében. Éppen így működik az orbáni pedofil hálózat. Orbán pedofilokat tüntet ki, pedofil segítőket enged szabadon, aztán eltusolja az igazságot a magyarok elől. Mi, DK-sok véget akarunk vetni ennek, ki akarjuk söpörni az orbáni pedofil hálózatot, meg fogjuk védeni a gyermekeket, mert Magyarország nem a fideszes pedofilok vadászterülete. Nyilvánvaló, hogy az Igazságügyi Minisztérium szemérmetlenül hazudik arról, hogy miért nem adja ki a kegyelmi ügy dokumentumait. Hiszen éppen Balogh Zoltán állította, hogy ő járta ki a bicskei pedofil segítő elnöki kegyelmét. Tehát igenis volt külső befolyás a kegyelmi ügyben. Ezért a DK nem fogja hagyni, hogy az orbáni pedofil hálózat kimosdassa a felelősség alól Orbán Viktort és kormányát. Kizárólag Orbán Viktor tudtával és beleegyezésével ellenjegyezhette Novák Katalin elnöki kegyelmi határozatát, Orbán egykori beosztottja, Varga Judit volt igazságügyminiszter. Az igazság pedig ott van azokban a dokumentumokban, amit az Igazságügyi Minisztérium most nem hajlandó kiadni. A Demokratikus Koalíció szerint az orbáni pedofil hálózat azért titkolja a magyarok előtt a bicskei pedofil segítő elnöki kegyelmének kormánydokumentumát, nehogy kiderüljön, Varga Judit volt igazságügyi miniszter, Orbán Viktor utasítására ellenjegyezte a bukott köztársasági elnök Novák Katalin kegyelmi határozatát K. Endre ügyében. Éppen így működik az orbáni pedofil hálózat. Orbán pedofilokat tüntet ki, pedofil segítőket enged szabadon, azután eltussolja az igazságot a magyarok elől. Mi, DK-sok, véget akarunk vetni ennek. Ki akarjuk söpörni az orbáni pedofil hálózatot, meg fogjuk védeni a gyermekeket, mert Magyarország nem a fideszes pedofilok vadászterülete. Köszönöm a figyelmüket!